köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Balog Erika vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Ragaszkodnak a kirúgásokhoz, hiába próbálta a polgármester vétózni, az éjjel Szekszárd leszavazta. Zárás után csúszdáznak a strandon, újabb botrány van kibontakozóban a szekszárdi élményfürdőben. Új körforgalom Bonyhádon, pályázati pénzből fejlesztett a város. Óvatosságra int a rendőrség, kifejezetten kedvelik a bűnözők a nyári hónapokat. Saját célra zárás után használja a szekszárdi családbarát strand és élményfürdő csúszdáit és medencéit a létesítmény ilyen Szekszárd tagok által kinevezett igazgatója. Erről beszélt Ács Rezső pénteki sajtótájékoztatóján. A Tolnai megyeszékhelyi polgármestere azt mondja, az igazgató ezzel újabb felesleges pénzügyi terhet ró a szekszárdiakra. A strandon egyébként nem ez az idei szezon első botránya. Egy héttel ezelőtt rengetegen háborodtak fel, amikor kiderült, drasztikus mértékben emelték meg a jegyárakat, van olyan, amelyik több mint háromszor drágább, mint tavaly. Csúszdázók a szekszárdi strandon, egy teljesen hétköznapi fotó is lehetne ez, csak hogy a felvételek csütörtökön este 8 óra után készültek, akkor, amikor az élményfürdő hivatalosan már zárva tart. Az egyik fotón látszik is a csúszdatoronyra helyezett óra, bőven elmúlt este 8 óra. A felvételek készítőjétől úgy tudjuk, a fürdő vezetője is a jelenlévők között volt. Ő egyébként csütörtökön délelőtt írásban tiltotta meg, hogy bármiféle róla készült felvételt felhasználjunk. Pedig az ügyről Ács Rezső, Szekszárd polgármestere is beszélt pénteki hétértékelő sajtótájékoztatóján, ő is megkapta a képeket. Azt mondja, reméli, hogy az éjjel Szekszárd frakció által kinevezett strandigazgató nem azért emelte meg drasztikusan a helyi strand belépőinek árát, hogy abból a szekszárdiak kárára a saját szórakozását finanszírozza. És azt tudni kell, hogy ezen eszközök üzemeltetése, főleg egy személy esetében nagyon drága. Hogyha a költségeket is összeadjuk, akkor jelentős mértékben növekedtek az üszadának vagy fürdőnek a költségei. És ugye mivel rövidebb az idei szezon, mint az elmúlt években volt, hiszen egy nyitott ki maga a fürdő a szokásos időben, és ugye a felújítást kellett elvégezni, ezt a város finanszírozta. Én azt gondolom alapvetően, hogy az idei év az egyik leggyengébb sajnos a fürdő esetében. Ács Rezső szerint pedig ezen egyáltalán nem segít, hogy éjszaka a zárás után is működtetik a strandon a világítást és a csúszdák vízforgató rendszerét, csak azért, hogy az igazgató saját célra tudja használni azokat. A szekszárdi strandon nem ez az elmúlt hetek egyetlen meghökkentő esete. Egy hete hatalmas felháborodást váltott ki, hogy olyan mértékben emelte meg a belépőjegyek árát az igazgató, ami lehetetlenné tette, hogy a nem tehető szekszárdi családok itt pihenjenek. A Facebookon volt, aki azt írta, hogy idézem, vigyen pénzt mindenki rendesen magával, mert igencsak megemelkedtek a belépőárak. Egy másik nő pedig úgy fogalmazott, hogy ilyen árak mellett elérték, hogy ne menjek. Az 1300-1500 forint eléggé korrekt volt, de 3000 forintot a semmire kérnek el, inkább megyek máshova. Ács Rezső, a város polgármestere most azt mondja, levelet írt a strandigazgatójának, amiben azt kérte, mérsékelje a belépőjegyek árait. Én azt kérném, hogy a következő időszakban, amellett, hogy mérsékelj vissza a szekszárdiaknak az jegyárait, nézzük át, hogy milyen olyan pluszszolgáltatásokat lehet bevezetni, mert nem voltak idén pluszszolgáltatások, amivel lehetne növelni az eredményességet és a bevételeket is természetesen. A szekszárdi strand idén amúgy is nehézségekkel néz szembe. A koronavírus miatt ugyanis egy hónappal rövidebb lett a szezon, és ráadásul az is korlátozva van, hogy egyszerre hányan lehetnek bent. Ezekhez jön még hozzá a drasztikus jegyáremelés. Amennyiben a riporttal kapcsolatban a szekszárdi családbarát strand és élményfürdő igazgatója is kifejtené véleményét, természetesen helyet adunk annak híradónkban. 81 éves egykori önkormányzati képviselőt inzultáltak és aláztak meg az utcáról a saját háza előtt Szekszárdon. Tóthi János azt mondja, szerinte azért történhetett az eset, mert a Facebookon kritizálta az ilyen Szekszárd által hozott döntéseket, például a bizottsági tagok számának növelését, a képviselői és bizottsági tagoknak járó illetmények megemelését és az önkormányzati cégek vezetőváltásainak módját. Valószínűleg ittasak voltak annak a társaságnak a tagjai, akik néhány napja éjszaka kezdtek el üvöltözni Tóthi Jánosék háza előtt. Előbb az ott lakó egyik ismerősét inzultálták, majd ordibálni kezdték a János bácsi a csatában című dalt, aminek a vége így hangzik, glóri, glóri, alleluja, ez az ember már hulla. Ezt követően a társaság egyik tagja a háza felé dobott egy kavicsot.
A 81 éves egykori képviselő azt mondja, őt és a feleségét szörnyen megrázta az eset, és főleg a dal, hiszen Tóthi János régóta küzd súlyos betegséggel, ezért esett neki rosszul, hogy a halálával viccelődtek. A randalírozó társaság tagjairól tudja, kik voltak azok, régóta ismerik egymást. Szerinte azért haragszanak rá, mert a Facebookon kritizálta az Éjjel-Szekszárd által hozott döntéseket. Például a bizottsági tagok számának növelését, a képviselői és bizottsági tagoknak járó illetmények megemelését és az önkormányzati cégek vezetőváltásainak módját. Tóthi János azt mondja, nem tesz feljelentést, de soha nem felejti el, hogy mit kellett átélnie, amiért kritizálta az Éjjel-Szekszárd frakció döntéseit. Rendkívüli közgyűlést tartottak Szekszárdon, a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet újratárgyalása zajlott. Egy héttel ezelőtt az Éjjel-Szekszárd frakció 8 munkavállalót küldött el a városházáról, akkor ezt Ács Rezső megpróbálta megvétózni, a többségi frakció viszont ezt most leszavazta. Rendkívüli közgyűlésen tárgyalta meg pénteken Szekszárd város képviselőtestülete az Éjjel-Szekszárd frakció szervezeti és működési szabályzatról szóló előterjesztését. Múlt héten is napi rendi pontra volt tűzve, de Ács Rezső polgármester felfüggesztette a döntést a következő ülésig. Az előterjesztés arról szólt, hogy az Éjjel-Szekszárd tagok kezdeményezésére 8 munkavállalóját küldeni el az önkormányzat. Zaják Rita képviselő most módosította annyival a beadványt, hogy egy plusz posztot hozzanak létre, a szervezeti igazgatósági vezetőt. Ő átveszi a hamarosan elbocsájtott aljegyző néhány feladatát. Annak az aljegyzőnek, akire az Éjjel-Szekszárd frakció szerint nincs szükség. Ács Rezső szerint viszont óriási hiba volt az elbocsátások megszavazása. Jelentős mértékben csökkent a hivatalnak a teljesítőképesség az elmúlt hónapok alatt, hiszen önként az októberi választás óta 11-en távoztak a hivatalból, jó szakemberek távoztak a hivatalból, és ez a folyamat ez megy tovább. Minden héten szinte valaki távozik, most erre ráerősít a közülés még ezzel az 5 fővel. Az Éjjel-Szekszárd frakciója által előterjesztett SMS módosítás következménye, hogy 8 embert elbocsájtanak a szekszárdi önkormányzati hivatalból. Én nagyon tartok attól, hogy a következő időszakokban ez a hatósági munkára is kihatással lesz, ügyek intézésére is kihatással lesz. Végeredményben azt tudom mondani, hogy a hivatalnak a szolgáltató jellege fog sérülni, és a szekszárdi állampolgára fognak nehezebben ügyeket intézni, lassabban ügyeket intézni, és sokkal macerásabb lesz a hivatallal való kapcsolattartás is. Napirendi pontok között volt még a minden évben beadott és megvalósításra kerülő járdafelújításról szóló pályázat. Idén 117 millió forint értékben újít fel az önkormányzat gyalogutakat pályázati segítséggel. Ezen kívül Máté Péter frakcióvezető javaslatára gyalogátkelő helyet alakít ki az 56-os főúton, a város déli szakaszán saját költségvetésből az önkormányzat. A közgyűlési döntésekkel kapcsolatban megkerestük Bomba Gábort, az Éjjel-Szekszárd frakció vezetőjét, aki egyetlen kérdésünkre sem válaszolt. A település és területfejlesztési operatív program pályázatából épült új körforgalom, a projekt záron Orbán Attila megyei közgyűlési alelnök azt mondta, az iparfejlesztéshez elengedhetetlen az úthálózat korszerűsítése, és ez a megyei önkormányzat következő pénzügyi ciklusában is kiemelt szerepet kap majd. Hivatalosan is befejeződött a Bonyhádi körforgalom építése. A beruházás a területfejlesztési operatív program támogatásával épült, és része volt a Magyar Közút országos útfejlesztési programjának. Országos szinten 526 kilométernyi útszakasz újult meg. Ezt tudni kell ugye az útfelújításoknál, hogy az út burkolata, a patka, a műtárgyak és a vízelvezetés került átépítése, illetve korszerűsítése. Ezen belül a Tolna megyében 9 darab útszakasz, hálózat, illetve kapcsolódó műtárgyak újultak meg. A 9 létesítménynek 1,1 milliárd forint volt a bekerülési költsége, és ebből a Bonyhádi csomópont 222 milliót emésztett föl. Orbán Attila, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke azt mondta, a paksi beruházás miatt fontos a megye úthálózatának korszerűsítése, és ez a top 2 projekt egyik kiemelt feladata lesz. Hát azt látjuk világviszonylatban, hogy ott van fejlődés,
egy-egy térségben, ahol jók az utak. Tehát ha út van, akkor van fejlődés, ha nincs út, akkor az eleve a fejletlenségnek és az elmaradásnak a jele, és ebből ki szeretnénk lépni. A most átadott csomópont egy bonyhádi fejlesztési folyamat köztes eleme, mondta Filóni Ferenci Bolya polgármester. A városban egy újabb csomópont az, ami közlekedési biztonsági szempontból problémás, és rendszeresen balesetek fordulnak elő rajta, ez a Rákóczi utca, Fabergér utca kereszteződés, úgyhogy bízom a folytatásban, és a sajtótájékoztatót követően tárgyalunk is arról, hogy milyen forrás lehetősége lehet annak. A város készen áll az útfejlesztési program folytatására oly módon, hogy egy jövőbeni jelzőlámpás vagy akár körforgalmi csomópont tervei is rendelkezésre állnak. Nyaralás idején is van arra mód, hogy biztonságban tudjuk értékeinket, ingatlanunkat. A rendőrség rendszeresen ellenőrzi a házakat, amennyiben ezt igényeljük, az úgynevezett nyaralókártya programhoz csatlakozva. Maga a program 2006-ban indult a szekszárdi rendőrkapitányságon, de mára megyei programmá nőtte ki magát. Számos veszéllyel járhat, ha elmegyünk nyaralni. A felügyelet nélkül hagyott ingatlanunk és értékeink a bűnözők számára vonzóvá válhatnak. Különösen akkor, ha nem figyelünk arra, hogy ne legyenek arra utaló jelek, hogy húzamosabb ideig nem tartózkodunk otthon. Érdemes ilyenkor a szomszédok segítségét kérni abban, hogy rendszeresen nézzenek rá a lakásunkra, ürítsék ki a postaládánkat. A rendőrség szerint az is ajánlatos, hogy ne rakjunk fel képeket a közösségi oldalakra arról, hogy éppen hol nyaralunk, mert a betörők ezeket figyelhetik és lecsaphatnak a kínálkozó lehetőségekre. A rendőrség úgynevezett nyaralókártya programja éppen azt a célt szolgálja, hogy megelőzzék ezeket a betöréseket. Az embereknek nincsen más dolguk, mint egy nyomtatványt kitölteni, ami tartalmazza az ingatlan tulajdonosának és a lakásnak a szükséges adatait. Az adatlapot a lakóhely szerint illetékes rendőrkapitányságon kell igényelni, és a promócióban megadott munkatárs részére eljuttatni. Tolna megyében 14 éve működik ez a program. És ebben a mai időszakban már belekapcsolódott valamennyi rendőrkapitányság, a Paksi, a Dombóvári, a Bonyhádi és a Tamási rendőrkapitányság is. Mindegyik kapitányságon van egy kijelölt munkatárs, aki ezeknek a nyaralókártya programnak a promócióját csinálja. Segít az embereknek abban, hogy a nyaralókártya programhoz kapcsolódó adatlapot kitöltsék. A rendőrség szóvívője kiemelte, a hatóság munkatársai az ellenőrzés során az ingatlan területére nem lépnek be. Kollégáim visszatérően ellenőrzik az ingatlant. Itt természetesen nem arra kell gondolni, hogy bemennek a házba és körülnéznek, hanem az utcafrontról ellenőrzik, hogy a nyílászárók rendben vannak-e, nincs-e valami sérülés a bejárati ajtón, egyebek. Hogyha bármi rendkívüli tapasztalnak, akkor azonnal további intézkedéseket tesznek. Az elmúlt évben több tucatnyian igényelték a nyaralókártyát Tolna megyében. A rendőrség tájékoztatása szerint olyan betörés nem történt a térségben, ami azért következett volna be, mert a tulajdonosok elmentek nyaralni. 106 szabadtéri tűzeset történt Tolna megyében az idén, amiből 5 eset érintette az aratást vagy a mezőgazdasági munkálatokat. Csak az elmúlt 2 napban 2 mezőgazdasági tűzhöz riasztották a lánglovagokat. Legutóbb Pakson és Mucsi határában kapott lángra több hektáron a tarló, a szalmabálák vagy éppen az erdő. A Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője azt mondja, a nyáron megnövekedő szabadtéri tüzek kialakulásában az emberi gondatlanság, valamint a száraz időjárás is szerepet játszik. Fél hektárnyi területen égett az erdő Pakson. A tűzoltók 2 fecskendővel és egy vízszállítószerrel oltották el a tüzet. Ezek a felvételek pedig már Mucsi határában készültek. Itt mintegy 4 hektáron égett a tarló, és szalmabálák is lángra kaptak. 4 hivatásos tűzoltó parancsnokság, itt a Bonyhádi, a Szekszárdi, a Dombovári, valamint a Sásdi hivatásos tűzoltók vonultak a helyszíne, összesen 6 fecskendővel. A végén a rajok 3 vízsugár segítségével és kézi szerszámokkal oltották el a kialakult tüzet. A katasztrófavédelem szóvívője azt mondja, a mezőgazdasági tüzek kialakulását a gépek rendszeres ellenőrzésével, karbantartásával lehet többek között megelőzni. Ehhez a katasztrófavédelem segítségét is kérhetik a gazdák. Fontos, hogy a mezőgazdasági termelők a motorblokkot, erőgépek villamos berendezését rendszeresen nézzék át, és arról is győződjenek meg, hogy a kipufogók szikrafogóval el legyenek látva. Égszíjakat, csapágyakat is át kell vizsgálniuk, hogy azok a rájuk rakódó portól nehogy begyulladjanak. Ezek leárásokkor ezeket a rendszereket le kell ellenőrizniük. A kialakult portól, ugye mezőgazdasági száraz terményektől meg kell takarítaniuk, valamint figyelni kell arra is,
hogy ezekkel a munkagépekkel lehetőség szerint ne a tarlón, ne a tarló közelébe, hanem egy biztonságos helyen tudják őket leállítani. Rendszeresen visszatérő probléma, hogy az eldobott cigarettacsik szabadtéri tüzet okoz, ezért tilos a gabonatáblán járművek és a munkagépek vezető fülkéjében rágyújtani, tette hozzá a szóvívő. Tolna megyében az idén 106 szabadtéri tűzeset történt, ezekből 5 eset érintette az aratást vagy a mezőgazdasági munkálatokat. Regionális híreink következnek Baranya és Somogy megyékből. Gazdaságvédelem 574 millió forintból fejleszthetnek Csurgón. Nő a forgalombiztonság Mohácson, 278 millió forintból megújult az összekötő út. Aránytalan és megosztó az önkormányzat terve, tiltakoznak a civileknek szánt támogatások miatt. Újabb, ezúttal csurgói cég nyert kormányzati támogatást a koronavírus járvány után, ezzel sikerült megőrizni 76 munkahelyet a településen. A sertéshúst feldolgozó üzem 574 millió forintból fejlesztheti a vágóhidat, modern pihentető és hűtő technológiát alakíthat ki. A kormány ehhez az összeghez 287 millió forinttal járult hozzá. A támogatási szerződés átadóján Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arról beszélt, a koronavírus járványt sikeresen legyőzte hazánk, most pedig a gazdaságot kell megvédeni, mégpedig új munkahelyek létrehozásával. Somogy megyére és a Somogy megyei emberekre mindig is számíthattunk. A Somogy megyében élő dolgozó embereket méltatta Szijjártó Péter Csurgón. Az egyik helyi sertéshús feldolgozó üzemben 76-an dolgoznak. Az ő munkájuk is szükséges ahhoz, hogy a magyar gazdaság felélénküljön, fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter. Az üzemet a tavalyi sertéspest is után a koronavírus járvány is rosszul érintette. Visszaesett a forgalmunk, és ki kellett valamit találni. Megint fenyegetett itt a létszámleépítés réme, és az utolsó pillanatban, 24. órában egy reménysugár a Nemzeti Befektetési Ügynökségtől kijött egy pályázat, amire esetlegesen a versenyképességet lehetett fokozni, és mi ezt megragadtuk, ezt az alkalmat. Rekordgyorsasággal be tudtuk adni a János segítségével ugye ezt a pályázatot. A cég a pályázatnak köszönhetően most fejleszthet, így megőrizve a munkahelyeket. A sertéshúst feldolgozó üzem 574 millió forintból fejlesztheti a vágóhidat, modern pihentető és hűtő technológiát alakíthat ki. A magyar kormány ehhez az összeghez 287 millió forinttal járult hozzá. A támogatási szerződés átadóján Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arról beszélt, a koronavírus járványt sikeresen legyőzte hazánk, most pedig a gazdaságot kell megvédeni, mégpedig új munkahelyek létrehozásával. A magyar gazdaság a magyar emberek munkájától lesz sikeres. Azonban ahhoz, hogy a magyar emberekkel dolgozhassanak, ahhoz munkahelyekre van szükség. Ugye 2010-ben is a magyar gazdaság találta már szembe magát egy rendkívül nehéz helyzettel, és 2010-ben is a magyar emberek munkája tudta kihúzni Magyarországot a nehéz helyzetéből, és ugyanez lesz érvényes 2020-ra is. Nem a kiszolgáltatottsághoz vezető nemzetközi hitelek, hanem a magyar emberek munkája és a magyar vállalatok teljesítménye fogja sikeressé tenni Magyarországot és a magyar gazdaságot. A megyében 39 vállalat pályázott a támogatásra, ők összesen mintegy 16,5 milliárd forint értékben fejleszthetnek, ehhez 8 milliárd forintnyi támogatást kaptak a kormánytól. Összesen 6600 munkahelyet sikerült így megmenteni. A terület és település fejlesztési operatív program részeként 2,8 kilométeren újult meg az 51-21-es jelű mohácsi összekötő út. A projekthez kapcsolódóan a közbeszerzési eljárás során kiválasztott kivitelező mintegy nettó 278 millió forintból valósította meg a beruházást. A felújított út ünnepélyes átadásán Őri László, a Baranya megyei közgyűlés elnöke, és Pávkovics Gábor, a Baranya megyei önkormányzat közgyűlési tagja, Mohács város alpolgármestere mondott avató beszédet.
A terület- és településfejlesztési operatív program keretében országosan 2018-ban több mint 526 kilométernyi 4 és 5 számjegyű mellékút felújítása indult el. Ebből Baranya megyében mintegy 20 kilométernyi út felújítása valósulhat meg Európai Uniós forrásból. Az elmúlt időszakban a megye számára rendelkezésre álló mintegy 2,4 milliárd forintos forrásból 11 útszakaszon tudtunk közútfejlesztést, támogatást megvalósítani Baranya megyében. A fejlesztések között is azt gondolom a Mohácsi térség az a nyertesek közé tartozott. A program keretein belül az 5121-es jelű Mohácsi összekötő út 2,8 kilométeres szakasza teljes körűen megújult. Ez nagyon fontos számunkra, egyrészt ezen közlekedik be a munkaerő, másrészt a környező településeknek a lakossága is ezen az úton keresztül közelíti meg a várost, és így tud bejutni, és innen kezdve igénybe veszi a szolgáltatásainkat, itt járnak be ezen az úton a gyermekek iskolába, itt járnak be az iskolabuszok, úgyhogy a város számára az egyik legfontosabb útszakasz. A 4 projektelemből álló beruházás részleteit Bánki László, a Magyar Közút Nonprofit ZRT Baranya megyei igazgatója ismertette. A Baligeti elágazó és a Pécsi tó előtti csomópont közötti 2,6 kilométeres szakasza, akkor van két eleme Pécsvárad térségében a homokbánya előtti öreg hatos és az új hatos közötti összekötő 600 méter hosszú felújítása, illetve a Pécsvári vasútállomáshoz vezető út, amely 158 méter hosszú, és ez a legutolsó projektelem. A 4 projektelem összesen 6,2 kilométert tesz ki, amely több mint 660 millió forintos visszanemtérítendő EU-s támogatásból és 4,6 millió forintos önrészből valósult meg. Tiltakoznak az Összefogás Pécsért Egyesület politikusai a civil szervezeteknek juttatott támogatások elosztása miatt. Az új városvezetés kivérezteti a nagymúltú pécsi civileket, akik nem politizálnak, csak teszik a dolgokat már évek vagy évtizedek óta, mondták a szervezet politikusai csütörtökön. A Kulturális Bizottság jövő hétfőn dönt a pénzek elosztásáról. Közművelődési megállapodással rendelkező szervezetek keret terhére történő támogatásokról, vagyis melyik pécsi civil szervezet mennyi pénzt kap az önkormányzattól. Erről szól ez a határozattervezet, amit a Város Kulturális Bizottsága fog tárgyalni. Az Összefogás Pécsért Egyesület politikusai tiltakoznak a tervezet ellen. 16 millióból 6 és felett egyetlen egy szervezetnek juttatnak, míg a többiek 500 ezerrel kell, hogy beérjék. Ez súlyos aránytalanság, nem azok szervezet ellen van, hiszen ők nem tehetnek róla, magas színvonalú munkát végeznek, hála és köszönet mindannyiuk tevékenységért, de ezt nem szabadna. Ez egy fekete nap, ezen a gyönyörű szép napsütésen a civil történelben, hogy ilyen Pécsen előfordulhatott. Az ellehetetlenített civil szervezetek kötelező közszolgáltatásokat látnak el, olyan törvényi feladatokat, amiket az önkormányzat hárított rájuk. Alkalmaznak szakembereket, kötelező nyitvatartásuk van, ennek ellenére nem kapnak megfelelő támogatást, mondja a képviselő. Felháborítónak tartjuk, hogy a baloldali városvezetés visszatérve a 10 évvel ezelőtti gyakorlatához tenyérből akarja etetni a civil szervezeteket, vagyis olyanoknak ad támogatást csak, akik számára kedvesek, nem figyelembe véve azt, hogy esetleg szociális, kulturális, oktatási vagy környezetvédelmi feladatokat ellátó szervezetek, és ezek tevékenysége ellehetetlenülhet. Most is erről van szó, tiltakozunk ez ellen. A támogatásokról szóló tervezet július 13-án hétfő reggel 9 órakor kerül a Kulturális Bizottság elé. A grémium elnöke egyelőre nem akart nyilatkozni az ügyben. Végül mutatjuk újra röviden Tolna megye legfontosabb híreit. Ragaszkodnak a kirúgásokhoz, hiába próbálta a polgármester vétózni, az éjjel Szekszárd leszavazta. Zárás után csúszdáznak a strandon, újabb botrány van kibontakozóban a szekszárdi élményfürdőben. Új körforgalom Bonyhádon, pályázati pénzből fejlesztett a város. Óvatosságra int a rendőrség, kifejezetten kedvelik a bűnözők a nyári hónapokat.
Szombaton is napos, füllett, nyaralóknak kedvező idő várható estig, előre láthatólag késő délután este feltámadó széllel hidegfront éri el a térséget, vasárnap kelet felé távozik az erőteljes lehűlést hozó hidegfront, estére országszerte mérséklődik a légmozgás, kitisztul az égbolt. Hétfőn napos, eleinte mérsékelten meleg, de napról napra melegedő idő ígérkezik. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!